akkor szeretnék egy kis figyelmet kérni. Program szerint nekem itt előadást kell tartani, tudomány a kocsmában, program, Zábrándok bűvöletében a fenntartható fejlődés korlátai címmel, és ez a műfaj, a tudomány a kocsmában, ez a Pannon Egyetem védjegye, Boda Dezső professzor úr találta ki néhány évvel ezelőtt annak a tendenciának a megállítására, hogy tudományos előadásokra egyre kevesebben voltak hagyományos formában kíváncsiak, és elkezdett egy sorozatot, amely Veszprém egyik kocsmájában zajlik, és tudományos előadásokra kerül sor körülbelül havonta, három hetente, és ezekre egyre nagyobb az érdeklődés, és manapság ez egy gyakorlatilag országban is egyedülállóan népszerű program, és most kísérleti jelleggel kipróbáljuk itt ezt ezen a rendezvényen. Szerintem azért a kocsma ne legyen annyira kocsma, hogy ezt a szerencsekereket szerintem az előadás idejére függesszük fel, mert ez egy kicsit hangos. Ez a másik helyen nem volt ilyen szerencsekerék. A mai előadás az a kocsmához illik, hiszen az alkohol kell hozzá az elviseléséhez, legalábbis amiről hallani fogtok. Úgyhogy kiváló helyen vagyunk, és különösen, hogy utána hajnalig tarthat a buli. Ez különösen jól fog esni egy ilyen előadás után, ugyanis olyan dolgokról lesz szó, amelyek hát nem túlságosan szívderítőek a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ugye a cím is már ezt sugallja, hogy Ábrándok bűvöletében, és meg fogjuk látni, hogy milyen ábrándok keringenek itt a fenntarthatóság körül. Kezdjük ott, hogy a 20. században a modern életünk alapjait, az tulajdonképpen a korlátlan és olcsó energia rendelkezésre állása teremtette meg. A fosszilis energiahordozók az, és azon belül az olaj, a kőolaj, amely lehetővé tette, hogy ahhoz a technológiai fejlődéshez, amit az emberiség az elmúlt század év alatt produkált, ahhoz elegendő mennyiségű energia álljon rendelkezésre. És már a 20. század közepe táján felmerült annak a gondolata, hogy esetleg ez az erőforrás nem fog a végtelenségig tartani, és hogy a energia hiány hogyan lehet majd fenntartani a modern civilizáció vívmányait. Ezt elsőként 1955-ben King Hubbert, amerikai olajmérnök vetette fel, ki alkotott egy modellt, amely hát tulajdonképpen az egyes olajkutaknak a termelési adataiból megrajzolt egy olyan görbét, amelyet olajhozam csúcs görbeként ismerünk, és amelyet sokan a világ olajkészletére vonatkoztatnak, pedig eredetileg ez az Amerika Egyesült Államok olajtermelésére volt érvényes, és ez a görbe ugye az olajfogyasztás növekedésével a készleteknek a lassú kimerülését, illetve a kitermelésnek a csökkenését vetítette előre, azaz, hát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az olajkorszaknak a végét. Ez a gondolat az a művészetet is megihlette, és hát számos olyan alkotás született, amely ugye ezzel a felütéssel indít, hogy mi lesz az olaj után, és ez a Mad Max, ennek a klasszikus kultuszfilme, amelynek ugye azóta számos feldolgozása született, illetve vannak hasonló disztópiák, amelyek hát az olajkorszak utáni társadalmi állapotokkal foglalkoznak. Erről a görbéről sokan azt tartják, hogy olajhozam csúcs elmélet, ez abban az időben elég sok támadást kapott, hogy hát ez nem is így lesz, meg majd a technológiai fejlődés mindent megold, és szokás rá olajhozam csúcs elméletként hivatkozni. Igen, ám, de ez a King Hubbert, ez egy olajmérnök volt, 40 éves termelési, olajipari tapasztalattal, és ez a görbe nem elmélet, hanem ezt ő az olaj termelési adatok, kúthozamok és azoknak az időbeli alakulása alapján rajzolta fel, és állította fel, tehát hogy ez egyáltalán nem modell, és egyáltalán nem elmélet, hanem ez a valóságon alapul, és Amerikai Egyesült Államok hagyományos olaj termelésére egyébként ez a görbe, ez tulajdonképpen teljesült is. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, ha nem történik ez a palaolaj forradalom, ami ugye napjainkban élünk, akkor tulajdonképpen már kifogyott volna a hagyományos energiahordozókból, elsősorban az olajból. És nézzük meg azt, hogy hogyan működik a környezeti problémák, vagy a világ globális problémáinak megoldásában az emberiség, és hogy milyen példák vannak erre a közelmúltból.
Ugye van egy környezeti probléma, egyébként nagyon sok környezeti probléma van, arról külön előadásokat lehet tartani, az emberi tevékenység milyen globális problémákat okozott, és ezt a globális problémát ezt a tudomány segítségével tudjuk felismerni, megismerni, felderíteni azt, hogy ezt milyen tényezők okozzák, illetve javaslatot tenni arra, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet észszerűen kiküszöbölni. Ezt elméletben, miután a probléma valóságban jelentkezik, ezt a valóságban tudjuk megtenni, tehát végig a valóság vékony mesdjéjén maradva tudunk egy problémával érdemben foglalkozni, illetve rá érdemben megoldást találni. Azonban a mai világ, és erre számtalan példát látunk, a politika elsősorban létrehozta az alternatív valóság birodalmát, amely hát egy nem létező fogalom természetesen, de tudjuk, hogy a világ ebben működik. Ez az alternatív valóság, nyilván ilyen nincs, a valóság csak egy van, alternatív valóság az tulajdonképpen végtelen lehet, és ebben az alternatív valóságban birkózik a politika a különböző valós problémáknak a megoldásával. De ebben a térben nem lehet a valódi problémával foglalkozni, főleg nem olyanokkal, amelyek hát komplexek és bonyolultak, mert ezt az egyszerű emberek nem értik meg, hanem először ezeket le kell butítani, valamilyen egybites marketing üzenetet kell belőle kreálni, amit az óriás plakátra föl lehet rajzolni, és ezt a problémát tekintve utána megoldandó problémának ebben az alternatív valóság birodalmában próbálja a politika megoldani. Nem baj, ha van hozzá egy kis gazdasági érdek, amiből pénzt lehet csinálni, mert akkor ennek a problémának a megoldása az ugye GDP növekedést generál, és valamilyen látszat megoldást eredményez. A baj az, hogy ez a látszat megoldás, ez köszönő viszonyban sincs a tényleges megoldással, mert ez nem a valóságban, hanem ebben az alternatív valóságban történik, és ebben az alternatív valóságban egyáltalán nem olyan megoldások születnek, amelyek a valódi problémát is orvosolják. Hát ezért van ez az ábra, ezt jelöli, hogy hát tulajdonképpen a mi életünk sajnálatos módon alternatív valóságban zajlik, és ebben a térben próbálunk, vagy hát a politikusok próbálnak a valós problémákra megoldást találni. Egyébként azért van barna színnel ábrázolva a látszat megoldás, mert az olyan, mint az a barna anyag, ami a végén felúszik a víz tetejére, tehát az nem igazi megoldás, hanem inkább probléma, és az majd a valóságban újból megoldandó problémaként jelentkezik. De egyetlen példa van az emberiség történetében nagyobb globális problémának a viszonylag gyors megoldására, és ez a probléma, ez tulajdonképpen a globális ozon rétegnek a problémája, amely ilyet rekordidő alatt sikerült az emberiségnek a valóságon belül maradva megoldani. Ugye 1970-es években fedezték fel azokat a mechanizmusokat, amelyek az ózon réteg károsítását idézik elő, illetve azokat az anyagokat, kémiai anyagokat, amelyek az ózon rétegnek a fogyását okozzák. És már 1987-ben megszületett az a nemzetközi megállapodás, a montreali szerződés vagy protokoll, amely korlátozta az ózonkárosító anyagoknak a használatát, és ennek az egyezménynek, illetve ennek a utána következő egyezményeknek köszönhetően, amelyet mindenki aláírt és betartott, sikerült a globális ózon fogyását úgymond megállítani, és a 90-es évektől, ahogy itt az ábrán is látszik, a 90-es évektől az ózon globális ózon fogyása megállt, és az ózon réteg jelenleg a regenerálódás állapotában van, tehát egyfajta környezeti sikertörténetként lehet ezt a történetet apostrofálni. De van ebben egy apró probléma, hogy ez mégsem egészen így van. Egyébként ez rekordidő, tehát hogy a 70-es években ugye a tudomány felismer valamit, egyébként ezért Nobel-díjat adtak, kémiai Nobel-díjat adtak azoknak, akik ezt megtalálták, és 87-ben már a teljes globális politika reagál és érdemi döntést hoz, és akkor még a hidegháború zajlott, egyébként most is az zajlik, de akkor ugye még Szovjetunió, minden volt, kelet-nyugat, de egységes tudott lenni ebbe a kérdésbe, és egy valóban érdemi egyezményt tudtak kötni. Igen ám, de volt egy közjáték 1985-ben, az ózon réteggel kapcsolatban aláírtak egy bécsi egyezményt, amiről szerintem az itt ülők közül senki nem hallott.
mert nem nagyon hallhatott, ezt nem nagyon szokták reklámozni, ugyanis ebbe az egyezményben semmi az ég adta világon nem volt. Tehát ez olyan egyezmény volt, hogy hát 10 évvel ezelőtt a kutatók találtak összefüggést, hogy az ózon réteg esetleg károsodhat, további vizsgálatok kellenek, nemzetközi kutatások, együttműködések, és egy ilyen tényleg semmit mondó szövegű megállapodást fogadtak el 1985-ben Bécsbe. Igen ám, de ebbe az évbe beütött az ózon lyuk, amely egy váratlan természeti jelenségként a kutatókat is meglepte, ezt semmiféle globális ózon modell nem jelezte előre, még 100 évre előre sem. Tehát ez teljesen váratlanul következett be, és itt a lila foltokat kell figyelni ezen az idősoron, hogy a 70-es évek végén még nyoma nem volt, és a 80-as évek elejétől kezdődően megjelent, és hát nagyon hamar igen nagy területeket érintett az ózon lyuk, és ez egy olyan fokú pánikot eredményezett a világban, hogy itt a 85 után, amiben tényleg semmi nem volt a bécsi egyezmény után, 2 év alatt tető alá hoztak egy olyan egyezményt, ami már az ózonkárosító anyagoknak a kibocsátásának, gyártásának a korlátozásáról szólt, és amit be is tartottak. De ugye a tét az nagy volt, az ózon réteg az tényleg globális, ott hogyha elfogyasztjuk magunk fölül az ózon réteget, amit ugye abban az időben nem lehetett látni, hogy ez az ózon lyuk hova fog fejlődni, és hogyan fog alakulni. És hát az akkor nyilvánvaló, hogy minden országot, és hát gyakorlatilag minden élőlényt a Földön, legalábbis a szárazföldi élőlényeket, az bizony elég hátrányosan érinti. És ez elég volt ahhoz, hogy ezt a problémát a politika a valóság birodalmában, a valóság talaján maradva rekordidő alatt, mai szemmel is rekordidő alatt megoldja, és tényleg ennek a megoldásnak látszanak már a napjainkban az eredményei. Nézzük a napjaink egy másik globális problémáját, az éghajlatváltozást, ami nem ilyen egyszerű. Tehát egyrészt nem ijedünk meg tőle eléggé, hiszen hát azért nagyon sokáig ennek egyáltalán a létét is és az okát is vitatták, tehát a klímaszkeptikusok azok ma is vannak, és a nagyon sokan politikai hovatartozástól függően ugye az emberi tevékenység hatását is próbálják bagatelizálni. Tehát az éghajlatváltozás az egy sokkal komplexebb környezeti probléma, amelynek a megoldását hát valahol ugyanúgy kellene csinálnunk, ahogy azt az ózon probléma megoldásánál tettük, de ennek nyoma nincs. Tehát az éghajlatváltozás gyakorlatilag napjainkban kisajátította a politika, most már ugye attól függően, hogy ki milyen színű, meg milyen ideológiát követ vagy képvisel, teljesen más a véleménye az éghajlatváltozásról, és hát a politika lehúzta magához az alternatív valóság terébe. Ugye ehhez az kellett, hogy le kell butítani ezt a komplex problémát, ez megtörtént, ebből lett a szén-dioxid globális felmelegedés pár, vagy kombó, amely hát egy nagyon könnyen emészthető és nagyon könnyen kommunikálható üzenet. Egyébként, ha ránézünk itt ezen az ábrán a szén-dioxid koncentráció időbeli növekedésére, illetve a globális átlaghőmérséklet hasonló időskálán történő növekedésére, akkor a vak is látja, hogy a kettő között okokozati kapcsolat van, és a szén-dioxid koncentráció növekedése okozza a globális felmelegedést. Ez ilyen egybites üzenetnek tökéletesen elmegy, és ebben az alternatív valóság terében ez szolgál a megoldás alapjául. Hát azért az éghajlati rendszer egy árnyalattal bonyolultabb ennél, hogy ez az egybites üzenet így ebbe a formában igaz legyen, ugyanis nem a szén-dioxid az egyetlen éghajlatváltozást előidéző komponens. Nyilván a légkörnek van számos olyan összetevője, egyéb üvegházhatású gázok, részecskék, mindenféle egyéb, amely a Föld légkörrendszer energia mérlegére is így az éghajlatra hatással van, csak hát ezt ugye nem lehet egy egybites üzenetbe sűríteni. Egyébként nem is a szén-dioxid a többségi tényező, kb. 40%-áért felelős csak a melegedésnek, tehát a többi részéért az egyéb üvegházhatású gázok és más alkotók felelnek, és akkor még nem is beszéltünk azokról a kölcsönhatásokról, amelyek a Föld légkörrendszerben ugye az éghajlatra ugyanolyan hatással vannak, gondolok itt az óceáni áramlásoktól kezdve a jég, a krioszféra állapotán át, a bioszféra, vagy a kontinensek
kell való anyag és energia cserére. Tehát egy roppant bonyolult rendszerről van szó, amelyet hát valóságban nem lehet egy egyszerű ok-okozati összefüggésre leszűkíteni. És akkor még nem is beszéltünk azokról a már elindult folyamatokról, amelyeket a természet produkál. Tehát például a permafrost, az állandóan fagyott talajnak az olvadásából a benne tárolt szerves anyag bomlása már elindult. Jelenleg körülbelül évi 500 millió tonna széndioxid kibocsátásnál tart. Ez olyan több millió négyzetkilométert érintő folyamat. Ez ugyanaz, amikor ott kiolvad a hűtő, a mély hűtőnk elromlik, és a benne tárolt hús megbüdösödik, ezt megakadályozni nem lehet, e fölött az emberiségnek semmiféle kontrollja nincs, és ez az 500 millió tonna minden évben vagy széndioxidként, vagy metánként, attól függően, hogy milyenek a körülmények, a légkörbe kerül. Na, erről a párizsi klímaegyezmény, meg az egyéb klímaegyezmények nem tárgyalnak, mert ezt semmelyik ország nem tudja szabályozni, és nem lehet semmelyik országnak a nyakába varni, ez csak úgy bónuszként hozzáadódik ahhoz a kibocsátáshoz, amit a különböző szektorok, illetve az egyes országok, iparágak kibocsátanak. És hasonlóképpen a jég állapot változása is, elsősorban az északi sarkvidéken, de most már az Antarktisz környékén is, ez egy olyan léptékű visszacsatolási folyamat energetikailag, amely körülbelül 300 millió tonna széndioxidnak egyenér. Széndioxid melegítő hatásával ekvivalens. Itt ugye arról van szó, hogy a jég elolvadásával a sötét víz felület nem nyer, vagy nem veri vissza azt az energia mennyiséget, amit a jég visszavert volna, és a kettő közötti különbözet az egy jelentős energiatöbletet produkál az Arktisz, tehát az északi sarkvidék környezetében. Ez a 300 millió tonna is minden évben energiatöbletként hozzáadódik ehhez a föld légkörrendszer energiamérlegéhez, tehát kvázi ez is egy olyan tényező, amit az ember nem tud megakadályozni, ami nincs benne semmilyen egyezményben, nem is lehet, és ami tulajdonképpen egyfajta öngerjesztő folyamatként működik. Na most ez alapján az éghajlatváltozás, ha rákeresünk a fenntartható fejlődés kifejezésre az interneten, akármilyen nyelven, akkor a 80%-ban az éghajlatváltozás jön föl, mint a legfőbb probléma, tehát climate change, global warming, vagy ezek a fő kulcsszavak, vagy kifejezések, és ez vált az emberiség első számú fenntarthatósági problémájává. Hangsúlyozom, az alternatív valóság terében vagyunk, a lebutított üzenetet kell megoldanunk, abban valóban ez a megoldás, hogy a széndioxid kibocsátást korlátoznunk kell. Tehát a varázsszó az a széndioxid lábnyomnak a csökkenése, hogy ne 44-es széndioxid lábnyomunk legyen, hanem 22-es, vagy nem tudom, tehát az a jó egyénileg, hogyha minél kisebb a széndioxid lábnyomunk, illetve hát az egész energiatermelési módot, azt át kell állítanunk a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra. Tehát ez a varázsszó, mindig kell ilyen buzzword, a varázsszó az a O-I-O-C-O-A-C-O dekarbonizáció, tehát ez, ami tulajdonképpen a fenntarthatóságnak az alapgondolatát megalapozza. Na most ez egy picit a mesére emlékeztet engem, mint hogyha az emberiség visszasüllyedt volna ugye a kollektív tudatalatti világába, a mesék birodalmába, tehát ott van a jó, meg a rossz, meg a gonosz, meg a jó, és a jó legyőzi a gonoszt, és mindenki él boldogan, míg meg nem hal. Tehát ez pont az a narratíva, egy nagyon egyszerű üzenet, hogy mit kell csinálnunk, és hogyan tudjuk megoldani a világ problémáit. Ugye a fenntarthatóság az úgy nagyjából a média számára, és sajnos az oktatásban is nagyon sok helyen, nagyjából ezt jelenti. Tehát meg a politikában is ezt jelenti, tehát itt különböző politikai mozgalmak is ezt tűzték a zászlajukra. Miközben ugye arról a Hubbard féle, illetve hát utána a római klubnak a jelentésében leírt erőforrás korlátokról, meg jóindulatulag elfeledkezünk. Tehát ez nem népszerű, ez nem trendi a erőforrás korlátokról beszélni. A trendi az, hogyha dekarbonizálunk és megmentjük a világot,
értelemszerűen gazdasági érdek az utóbbihoz tartozik, tehát kiváló üzletet lehet a dekarbonizációból csinálni, csak megfelelő részvényeket kell bevásárolni, megfelelő iparágaknak kell ugye, a lobby tevékenységét hagyni, és akkor tulajdonképpen egy a GDP-t növelő remek beruházás, egy ilyen léptékű energiatermelési módváltás. Amíg a másik, az erőforrás korlátos, az egyenesen oda vezet, hogy hát magunkat korlátozni kellene, a növekedést esetleg nem tudjuk vég nélkül folytatni, de hát ez egyetlen politikai tényező sem tudja programjának a részévé tenni. Most van egy kis gond ezzel a dekarbonizációs paradigmával, és az mindjárt ugye a Földnek a bizonyos korlátainál kezdődik. Energia szempontjából a Földön semmi probléma nincs, a napból a Föld rengeteg energiát kap folyamatosan, tehát az energia áramlás szempontjából a Föld az egy nyitott rendszer, folyamatosan érkezik az energia, egyetlen óra alatt annyi energiát kapunk, amit egy év alatt tudunk felhasználni körülbelül, tehát a napból érkező energia mennyisége gyakorlatilag végtelen. Egy baj van ezzel az energiával, több is van egyébként, az egyik baj, hogy nem kábele jön a napból. Sokat segítene, ha egy kábel jön el a napból, és csak rá kéne csatlakoznunk, de nem így van, hanem fény és hő, tehát úgymond alacsony értékű energia érkezik, és ott érkezik, ahol ő akar, tehát nem tudjuk szabályozni, hogy mikor és hol érkezik ez az energia mennyiség. Az emberiség meg nem úgy helyezkedik el földrajzilag, és nem olyan tevékenységet folytat, amihez ez az energia ebbe a formában megfelel. Tehát ezt az energiát, ami a napból érkezik, át kell alakítanunk. És itt kezdődnek a problémák, mert ahhoz, hogy átalakítsuk ezt az energiát, ahhoz nekünk anyagra van szükség, létre kell hoznunk olyan szerkezeteket, amelyek erre képesek, és ezeket ugye különböző technológiák révén anyag felhasználásával tudjuk megtenni. Anyag alatt én kémiai elemeket értek, amelyek konzervatív mennyiség, ugye a Földön nem szintetizálhatók, máshol se persze, és amelyekből adott mennyiség áll rendelkezésre. Anyagáram szempontjából a Föld az zárt rendszer, 4,5 milliárd éve nem kapott anyagot a környezetétől, és nem is adott anyagot, még szerencsére, tehát gyakorlatilag változatlan anyagmennyiségből kell a Földön gazdálkodnunk. Na most mielőtt itt ebbe a dekarbonizációba egy kicsit mélyebben bele pislantanánk, előtte nézzük meg egy nagyon fontos paramétert, amely tulajdonképpen minden energiatermelési módnak a sajátja. Ez pedig az, hogy milyen befektetést igényel az adott energiatermelési mód, azaz mennyi energia befektetésével tudunk adott mennyiségű energiát előállítani. Tehát befektetünk egy egység energiát, és az a kérdés, hogy ebből a befektetésből mennyi energiát tudunk learatni, és az a jó, minél nagyobb ez a szám, tehát minél kisebb befektetéssel, minél több energiát tudunk termelni. Amikor az olajkorszak elindult, akkor még voltak 1 a 100-hoz energiahatékonysági, energiatermelési módok, tehát kis túlzással leástak a földbe, vagy ütöttek egy nádszálat, és magától feljött az olaj, és ezt fel lehetett használni, tehát az energia viszonylag könnyen hozzáférhető volt, kis ráfordítást igényel. Tehát még egyszer, minél nagyobb ez a szám, annál hatékonyabb az energia előállítási módja, és hát ugye ez az olaj esetében van ábrázolva, de ez bármilyen energiatermelési módnál is ábrázolható, hogy a különböző lépéseknek, a technológiai lépéseknek mind van anyag és energia igénye, és ezt nyilván össze kell adni. És a nap végén, amikor ugye a benzinkútnál tankolunk, akkor már hát bizony azt elég sok lépés és elég komoly felhasznált energia mennyiség teszi lehetővé. Tehát gyakorlatilag az energia felhasználásnak ez a hatékonysága, ez egy kulcsparaméter, ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk. Össze is tudjuk hasonlítani adott típusú energiahordozók, és itt most ezek az elsődleges energiahordozók, amelyek elsődlegesen ugye a fűtőértékük által hasonlíthatók össze, ezeknek az energiahatékonysági mutatóját, tehát még egyszer mondom, minél nagyobb a szám, annál jobb. Hát látszik, hogy a szén a leghatékonyabb energiahordozó, abban az energiahatékonyság értelmében, most itt egyéb tényezőkről nem beszélek,
Nyilván azért, mert a szenet nagyon sok helyen a világban, nagy gépekkel, külszíni fejtésekkel, nagy tömegben tudják bányászni, könnyen szállítható, viszonylag könnyen felhasználható, különösebb előkezelést és feldolgozást nem igényel. Tehát ez viszonylag hatékonyan lehet belőle hőenergiát, elégetésével hőenergiát előállítani. Az olajért és a gázért azért jobban meg kell küzdeni, oda ugye már le kell fúrni, nagyobb mélységekből kell felhozni, ott ahhoz elég komplex technológiák szükségesek, azokat csővezetékek, szivattyúk, egyebeknek van energiafogyasztása, és emiatt ezeknek az energia hatékonysága napjainkban már alacsonyabb, tehát a szénhez képes legalábbis. Aztán vannak ezek a reform olajok, amelyekről beszéltem itt amerikai olajtermelés kapcsán, amelyekre most ugye Európa is hagyatkozik, palaolaj, forradalomról beszélünk. Hát ez a forradalom, ez azért elég vékony forradalom az energiahatékonyság tekintetében, ezért nagyon meg kell dolgozni ezekért a erőforrásokért, tehát ez a repesztéses eljárás, hidraulikus repesztés, és ott pár hónapig működő kutak, szét kell fúrni az országot. Tehát nagyon, nagyon nagy beruházást és energiafelhasználást igényelve lehet csak ezt az olajat előcsalogatni, tehát ez már sokkal rosszabb energiahatékonyságú. Ha átszállítjuk az óceánon, akkor meg már negatív lesz egyenesen. Tehát több energiába kerülhet adott esetben, mire ide ér, mint amennyit a előállításába és szállításába befektetünk. De ha megnézzük, ugye ebben a sorban van két olyan energiahordozó, amelyet a fenntartható vagy megújulóba sorolunk, ez a biodízel, meg a bioetanol, hát látszik, hogy azért az sem veri az eget hatékonyság tekintetében. Ahhoz, hogy mondjuk egy repcéből biodízelt lehessen csinálni, ahhoz rengeteg fosszilis anyagot, energiát be kell tennünk a rendszerbe, akár a mezőgazdasági művelésbe, műtrágya felhasználásba, a feldolgozásba, egyebekbe, és hát gyakorlatilag egynél alig nagyobb hatékonysággal lehet ezeket a megújuló energiahordozókat előállítani. Na most itt ugye nem szerepelnek a megújuló energiaforrások, mert azok hőt nem termelnek, hanem azok csak villamos áramot, nem is lenne méltányos azokat egy ilyen összehasonlításba beletenni, de mielőtt azokat is megnéznénk, előtte nézzük meg azt, hogy egységnyi villamos energiatermelő kapacitás előállításához milyen anyag szükséglete van a különböző energiatermelési módoknak. Hát ott látszanak a bal oldalon a hagyományos energiatermelési módok, tehát azok az erőművek, amelyek villamos energiatermelésére képesek, és mellettük a megújuló erőforrásokhoz az látszik, hogy egységnyi névleges kapacitáshoz roppant nagy anyagi ráfordítás szükséges, amely természetesen energia ráfordítás is jelent, hiszen ezeket az anyagokat, cement, acél, alumínium, üveg, réz, ezeket le kell gyártani, oda kell szállítani, tehát ez roppant energia igényes folyamatot jelent. És ezeknek a kombinációjából adódik az, hogyha ezt az energia, a villamos energiatermelési módoknak a energia hatékonyságát összehasonlítjuk, akkor itt nagyjából ezt a sort látjuk, a számok direkt nincsenek a tengelyen, ezt most itt a nagyságrendeket érdemes csak nézni. Ugye a nukleáris energia az egy hatékony létező és hatékony energiatermelési mód, az viszonylag nagy hatékonysággal tud villamos energiát folyamatosan előállítani. A vízerőmű az szintén a víznek, a sűrűségének és tömegének köszönhetően viszonylag jó hatékonysággal működtethető. Ugye középen vannak a fosszilis erőművek, és ha megnézzük a zölddel jelölt megújuló energiaforrások, azok hát bizony eléggé el vannak maradva energiahatékonyság tekintetében, azaz nagy anyag és energia ráfordítással tudunk viszonylag kevés energiát előállítani a segítségükkel. Most ezen az ábrán van egy piros vonal, amely alá esik ugye ez a megújuló energiatermelési hatékonyság. A piros vonal az nem szokott jót jelenteni, így se jelent jót. Azt jelenti, hogy ez az emberi civilizáció működtetésének a küszöb
értéke, tehát legalább ekkora energiahatékonyság kell ahhoz, hogy az emberi civilizáció valamennyi vívmánya az fenntartható és működtethető legyen. Miről van szó? Ugye biológiából vett példa, hogyha mondjuk egy állat, mondjuk legyen gepárd, mondjuk nyúlra vadászik, és a nyúlból pont annyi energiát kap vissza, amennyit a üldözésére, meg a kergetésére fordít, akkor nagyjából nem tud csinálni semmi mást, hiszen nincs többlet energiája, nem tud szaporodni, és gyakorlatilag halálra van ítélve. Ahhoz, hogy ő fent tudja tartani magát, szaporodni tudjon, ahhoz neki hatékonyabban meg kell fogni a nyulat, többlet energia kell, hogy táplálni tudja a kicsinyeit, és hogy mást is tudjon csinálni. Na most mi azért nem gepárdok vagyunk, meg nem, tehát mi azért egy kicsit a civilizáció többet jelent, mint a biológiai túlélés, tehát nagyon sok olyan tevékenysége van az emberiségnek, akár a kultúra, az, hogy itt ültök, az, hogy oktatás, egészségügy, mit tudom én, egy csomó minden, ami energiát igényel, ugyanakkor nem termel energiát, tehát az energiahatékonyságnak kell biztosítani azt, hogy nem minden erőforrás az energia termelésre menjen, hanem legyen többlet energia ezeknek a tevékenységeknek a elvégzésére. Ezért van ez a piros vonal, ezt hát lehet vitatkozni rajta, hogy ez most 6 vagy 10 a modern civilizáció esetében, ebben az esetben lehet, vagy e fölött lehet a civilizáció valamennyi eddigi megszokott kényelmét, vívmányát stabilan fenntartani. Az ábrán látszik a római birodalomnak az energiahatékonysága, az körülbelül 1:2 volt, tehát a római birodalom az elketyegett egy olyan 2-es energiahatékonysággal. Hát igaz, hogy egy csomó minden nem volt wifi, meg nem volt egy csomó olyan tevékenység, amit most alapnak tekintünk, és ők egy 2-es energiahatékonysággal megelégettek. Persze az akkori populációnak egy tekintélyes része az energiatermelésbe és a mezőgazdaságban dolgozott, amely ugye akkor az energiatermelésnek az egyik fő forrása volt, és ők egy ilyen 2-es energiahatékonysággal egy egész kultúrát, civilizációt tudtak eltartani, de hát oda azért nem vágyunk vissza. Tehát mi azért nem a római birodalomnak a rekonstrukciójára törekszünk, főleg nem annak a sorsának a rekonstrukciójára, de nyilvánvaló, hogy a civilizációs vívmányok, modern társadalom fenntartása ennél nagyobb energiahatékonyságot igényel. Tehát ebből az következik, ha meg is lehetne csinálni ezt a dekarbonizációt, ahogy a politika ebben az alternatív valóság terében elképzeli, akkor is gondok lennének a civilizációs vívmányok stabil fenntartásával, mert egyszerűen nem lenne annyi az energiahatékonyság, nem biztosítana annyi többlet vagy szabad energiaforrást, amivel a civilizáció valamennyi vívmányát fent lehetne tartani. Tehát nem túl rózsás a helyzet. De a kérdés az, hogy meg lehet-e valósítani ezt a dekarbonizációt a valóságban, nem az alternatív valóságban, hanem a valóságban. Hát ennek vannak korlátai, például az anyag oldaláról, amelyről mondtam, hogy annak az anyag szempontjából ugye a Föld zárt rendszerként viselkedik, és vannak olyan kémiai elemek, amelyek energetikai átálláshoz szükséges kémiai elemek, amelyeknek a készletei kritikus mennyiségben vannak jelen. Az azt jelenti, hogy az elkövetkező néhány évtizeden belül ezeknek a készletei, a dúsulásai gyakorlatilag elfogyhatnak. Olyan mértékig, hogy például van 17 kritikus elem, ebből csak néhányat mutatok. A tellur esetében például az ismert készletek 4-szeresét kellene 2050-ig felhasználni ahhoz, hogy ezt a fémet a különböző alkalmazásokban, abban a mennyiségben, ahogy a világ igényelni, fel lehessen használni. Hát ez nyilván nem fog menni, tehát itt a technológiai fejlődésbe lehet egyedül bízni, hogy majd a technológiai fejlődés kiváltja ezeket a fémeket. Az a baj, hogy nagyon sok van belőlük, és itt a jobb oldalon látszik egy periódusos rendszer, ami egy kicsit talán szokatlan, ez nem teljesen a klasszikus Mendeleje féle periódusos rendszer, hanem ez a fenntarthatósági periódusos rendszer, ahol a zöld szín jelöli azokat az elemeket, amelyek bőségesen, korlátlanul állnak rendelkezésre, és ahol más szint látunk, ott azoknak az elemeknek a dúsulásaival, készleteivel, erőforrásaival már az elkövetkező évtizedekben nagyon komoly gondok lehetnek. És hát itt azért azt látjuk, hogy a számos technológiai elem, amely a
periódusos rendszerben szerepel, az bizony a színes tartományba esik, ami azt jelenti, hogy a készletei azok évtizedekben mérhetők, a készleteinek a kimerülése, tehát rendkívül kritikus helyzetben, állapotban vannak. 30 kritikus elem, 14-ben még 17 kritikus elemet azonosítottak különböző tanulmányokban, most már 30 kritikus elemről beszélnek, tehát hogy gyakorlatilag hát lassan elfogy a periódusos rendszer, és gyakorlatilag minden különleges tulajdonságú elem az kritikus lesz. Na most ilyenkor szokott jönni az alternatív valóság terében az a üzenet, hogy nem kell már itt ilyen készletekkel bajlódni, meg erőforrások már bányászni. Felejtsük el a bányászatot, jön a körforgásos gazdaság, hasznosítsunk mindent újra. Az újrahasznosításnak megint úszunk fel a felszínre, nézzük meg a valóságban, mik az akadályai. Hát két dolog van, ami nagyon kritikus. Az egyik az, hogy a minőség, tehát hogy a megváltoztatni vagy lebontani kívánt infrastruktúrából nem fogunk tudni új infrastruktúrát építeni, mert nem ugyanazok az elemek kellenek hozzá. Ha lebontunk egy szénerőművet atomjaira, abból nem lesz napelem, mert azokhoz teljesen más kémiai elemek, meg más anyagok szükségesek, tehát a körforgás minőségben nem játszik. De az elektromos autókat is el tudjuk képzelni, mondjuk egy hagyományos autót megbuherálunk, ilyen sufni tuning alapból nem lesz elektromos autó, mert annak teljesen más a szerkezete, a tartás, a váza, a súlypontja, az akármilyen. Azt be kell zúzni az egyiket, és helyette kell csinálni egy teljesen újat, nagyon sok esetben más kémiai anyagok felhasználásával, mint ami a hagyományos járművekből kijön. Tehát a minőségileg nem stimmel a dolog, de mennyiségileg se stimmel, mert ha mondjuk akkumulátor termelés vagy napelem termelésnek a felfutását nézzük itt, akkor mondjuk adott évben gyártunk ennyi napelemet, az 20 év múlva mondjuk elhasználódik, azt mondjuk mind újra is hasznosítjuk, de közben a napelemgyártás volumene az sokszorosára növekedett. Tehát azzal a mennyiséget, amit itt kiszedünk a használt napelemekből, azzal nem vagyunk kisegítve, mert az egyszerűen nem elegendő egy felfuttató gyártásnak a nyersanyagának a biztosítása. Tehát sem minőségileg, sem mennyiségileg nem lehet csak körforgásos gazdaságról beszélni. Vissza kell nyúlni a bányászathoz, a hagyományos bányászathoz, ezeknek a nyersanyagoknak a klasszikus kitermelési módjaihoz is. Ezekről van egy rossz hírem, hogy ezeknél a elektrifikáció egyáltalán nem valósult meg, tehát a bányászat és a szállítás a mai napig gyakorlatilag kizárólagosan fosszilis energiaigényes tevékenység. Egy ilyen billencs, ez 3-4 ezer lóerős, 0-24-ben működik, ezt nem lehet elektrifikálni, ez kőkemény dízel hajtású, vagy adott esetben nyilván ezeket az energiaellátását például ide telepített szénerőművekkel szokták fel. Ezek ráadásul az Isten háta mögött vannak ezek a lelőhelyek, tehát ott még az energiaellátás sem könnyen biztosítható. És a jobb oldalon pedig egy kobaltbánya látszik, ez Kongóban 80%-át a felhasznált kobaltnak itt állítják elő, hát itt pedig látszik, hogy itt bizony emberek szorgoskodnak, és kézzel szedik ki a kobaltot a gödrökből, és ez gyakorlatilag ez a kitermelésnek tehát a kobalt felhasználás, a világ kobalt felhasználásnak a nagy része innen származik. Most nézzük meg, hogy akkor rendben van, most úgy tűnik, hogy itt azért vannak nehézségek a dekarbonizáció előtt, de nézzük meg azt, hogy mennyi időnk van, hogy mennyi ideig tart még ki az olaj, amely hát tulajdonképpen ezt a gazdasági fejlődés lehetővé tette. Ugye a Habertre azt mondták, hogy hát ez egy elmélet, és az biztos nem úgy van, majd a technológia fejlődésével találnak újabb lelőhelyeket, és ez a probléma sosem fog az emberiség számára gondot okozni. Ezt az ábrát úgy kell értelmezni, hogy az oszlopok jelzik azokat a készleteket, amelyeket adott évben felfedeznek, és mégpedig az adott évhez vetítve, tehát hogyha mondjuk 1938-ban felfedeztek egy olajmezőt, annak a készletét, becsült készletét felrajzolták erre a diagramra, és így tették ezt a többi esetben is, és az látszik, hogy 1981 óta, ugye ez a folytonos pontsor pedig az olaj
felhasználását jelenti, tehát egy év alatt mennyi olajat termelünk és használunk fel. Ez folyamatosan növekszik a mai napig, és azt látjuk, hogy 81 óta kevesebb készletet fedezünk fel minden évben, mint amennyi olajat felhasználunk, tehát a kitermelési görbe az meghaladja a készleteket is, amiket adott évben felfedeznek, és egyszerűen ennek az az oka, hogy hiába fejlődik a technológia, ahol nincs olaj a Földben, ott nem fogunk találni. Tehát ott nézhetjük földradarra, nézhetjük bármilyen geofizikai módszerrel a lelőhelyeket, de nem fogjuk megtalálni, ahol nincs. Csak ott találjuk meg, ahol van, de ott már azért a képzett geológusok már a múltban is jó részt sok mindent megtaláltak, tudták, hogy hol kell keresni. Tehát a technológia nem tud rajtunk segíteni, mert ezeket a geológiai folyamatokat nyilván nem tudja befolyásolni. Tehát 40 éve tulajdonképpen egy negatív trend van a kitermelés és az új felfedezések között, azaz több olajat használunk fel, mint amennyit újonnan megtalálunk. És ezen az se segít, hogyha itt a politikai marketing bedob ilyen, hogy Vecsésnél találtak olajat, és Vecsés az új Dallas, és vesznek ilyen kovgoly kalapot. Ettől még nem lesz, ez nem abszolút nem mérhető mennyiség, tehát ezek nagyon jó politikai üzenetek, de valójában ezekkel nem lehet se Magyarország, se a világ energia problémáit megoldani. És akkor jönnek az egyéb mentő övek, a hidrogén, ugye az egy ilyen szintén elég sokat hype-olt energiaforrás. Az annyi gond van vele, hogy nem energiaforrás a hidrogén, ugyanis ez a természetben ebben a formában nem fordul elő, vagy minimális mennyiségben, hanem ezt elő kell állítani. Az hidrogén az nem energiaforrás, hanem energiatároló. És ugye a zöld hidrogén az, amit vízből állítanak elő, tök jól hangzik, és egyébként tök egyszerű megcsinálni, bárhol meg lehetne egy lapos elem, meg egy két elektród segítségével biztos mindenki megcsinálta az iskolába, és fejlesztett hidrogén, durranógáz, de azért ebben a léptékben ez nem ilyen egyszerű. Ugye kell hozzá elektromos áram, és sajnos minden egyes lépésnek, az elektrolízisnek is, a hidrogén tárolásának, mert 700 báron kell tárolni, össze kell nyomni a kompresszorhoz, azért energia szükséges, magától nem nyomódik össze, és utána az üzemanyag cellába való felhasználás, ami szintén egy korszerű technológiának számít az égetéshez képest, ott is van egy hatásfok, egy energiaveszteség. Ha ezeket a számokat összeszorozzuk, tehát ezeket a hatásfokokat, 70-80%, 90%, 60%, akkor kijön az, hogy 100 egység villamos energiából a végén ugyancsak villamos energia lesz, ugye a hidrogénben tároljuk az energiát, csak éppen a 70%-át elvesztettük. Tehát a hidrogén egy olyan akkumulátor, ami az energia 70%-át rögtön elveszti. Tehát ilyen értelemben rosszabb, mint egy hagyományos akkumulátor, amiben betöltjük az energiát, a másik oldalon visszanyerjük, mert a hidrogénben garantáltan benne van ez a 70%-os veszteség. Egyszerűen kémiai okai vannak ennek, ami nem lehet segíteni. Tehát ezen minimálisat lehet reszelni, de alapjába véve ennek azokat a termodinamikai okait nem lehet kiküszöbölni. Hát a hidrogénnek a sűrűségéről, térfogat sűrűségéről, meg ilyenekről nem is beszélek, mert azért ez messze van a fosszilis tüzelőanyagokétól. És akkor jön a fúziós energia, amit ugye nem szerepeltettem az összehasonlításban, a villamos energia termelési módok között, hogy milyen ROI értéke van, azért, mert nem létezik. Tehát ez a jövő energia forrása a fosszilis vagy fúziós erőmű, vagy fúziós energiatermelés, azért a jövőé, mert mindig azt mondják, hogy a jövőbe fog, távoli jövőbe fog megvalósulni. Amikor én általános iskolás voltam, azt mondták nekem, 40 év múlva már erőmű, vagy fúziós erőmű lesz minden kertbe, és már nem is kell ilyen elektromos hálózat, mert fúziós erőmű fog működni. Hát az a 40 év eltelt, még több is, és hát valahogy nem így van, és most is azt mondják, hogy évtizedek múlva lehet ebből egyáltalán használható technológia. De azért ez nem riasztja vissza a médiát attól, hogy ezt a technológiát hype-olja, és például ilyen címekkel jelennek meg ilyen sajtótermékek, hogy áttörést értek el a fúziós energiával, meg hamarosan eljöhet a tiszta energia kora, meg új fúziós rekord született. Na most ez a rekord, amiről ezek az újságcikkek szólnak, ez tavaly februári hír, 2022. februári,
egy gombostű fejnyi plazmát sikerült 5 másodpercig életben tartani, negatív energiamérleggel, és utána a rész kiolvadta a mágnesekből, és az egészet újra kellett építeni. Hát ez azért érezzük, hogy ez nem az az energiatermelés, ami gyakorlatilag az emberiség problémáit megoldja. És a fúziós energiával van egyéb probléma is. A földi körülmények között a hidrogén nem képes fúzióra, hanem trícium kell hozzá. Ugye a trícium az a hidrogénnek egy ritka izotópja, és abból igen limitált mennyiség van csak a Földön. Ez a magas légkörben képződik kozmikus sugárzás hatására, és hát a tervezett erőmű, amit 2050-ben terveznek elindítani, az évi 150 kg-ot enne meg ebből, amiből 25 van. Tehát azért nem tűnik ez se végtelennek, hogy ez oldaná meg a problémákat. Hát egyéb problémák is vannak, szerkezeti és egyéb gondok, amelyek hát ennek a technológiának egyelőre nagyon komoly akadályt jelentenek. Ez nem akadályozza meg azért, hogy ebbe rengeteg pénz menjen ebbe a fúziós kísérletbe, de valóságban erre azért én nem fogadnék nagy létbe, hogy ez a közeli jövőbe vagy bármikor az emberiség számára használható energiatermelési mód lenne. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a fenntarthatóságról szőtt álmok, ezek azért ugye a valóság próbáját nem nagyon állják ki, és tök jól hangzanak az alternatív valóság terébe, ezeket szépen egymás mellé lehet sorakoztatni, és ezekkel lehet dobálózni, de a nap végén azért mégiscsak az energiatermelést a valóságban lehet egyedül megoldani. Tehát az alternatív valóság terének egy probléma, ott nem lehet energiát termelni. Tehát abból, a lózungokból nem lehet villamos semmilyen energiát termelni, csak vagy anyagból, vagy energiából lehet előállítani. Tehát a valóság terében kellene maradnunk. Sajnos úgy tűnik, hogy nagyon eltávolodtunk tőle, és nem nagyon látszanak olyan megoldások, amelyek ezt a helyzetet a valóságban meg tudnák oldani, és ezért hát nem túl biztatók a kilátások, ami mondjuk a civilizációnak a középtávú stabilitását és működtetését illetik, mert hát a valóságban azért fogynak a lehetőségek ennek az energia szükségletnek a fenntartására, és azt tudni kell, hogy a GDP növekedés, azt eddig nem nagyon sikerült az energia felhasználástól leválasztani, tehát az, hogy a világ GDP-je növekszik, az gyakorlatilag a világ energia felhasználásának a növekedésével jár együtt. Most, hogy az arányok kicsit változnak egyik vagy másik irányba, az lehet, de alapjába véve az emberiség fogyasztása, a gazdaság és az energiafelhasználás folyamatosan növekszik egy szűkülő világban, ahol az erőforrások, akár az anyag, akár a hagyományos energiaordozók erőforrásai, azok véges készletekkel rendelkeznek. Tulajdonképpen egy konklúzió nincs, mert megoldást nem tudok mondani, csak szeretném felhívni a figyelmet arra az aspektusra, amiről keveset hallani. És hát itt a jövő generációján áll a dolog, hogy oldja meg azt a problémát, amit mi hagyunk rájuk, amit mi se tudunk megoldani, mert hát itt azért nagyon komoly kihívások vannak, mondjuk a gazdasági átállás, az energiatermelés biztosítása, illetve hát ezeknek az erőforrásokkal való gazdálkodás kapcsán. Én köszönöm szépen a figyelmet, és megjelent egy könyvem, ami online elérhető, de egyébként egy-két héten belül nyomtatásban is megjelenik, és hát ezt csak azoknak ajánlom, akik elég erős idegzetűek, vagy elég sokat isznak. Mert ez nagyjából erről a dolgokról szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.